gyakorlatilag 3 éve indult az, hogy mind a két autómárkát és mind a motoros márkákat egy olyan rendezvény alá vigyük, amivel gyakorlatilag mindenki megtalálja maga szórakoztató időtöltését a tesztvezetéseken keresztül a bemutatókon át. És a 3 év alatt tudott most már olyan szintre eljutni, hogy gyakorlatilag egy egész napos programsorozatot tudunk a látogatók felé nyújtani. Próbáltunk olyan szolgáltatásokkal gyakorlatilag a családosokra is gondolni, amivel az egész család jól tudta magát érezni. Gyerekeknek kézműves és ugrálóvár, és a család fő, illetve hát a feleség részére pedig a tesztelések széles sora, amit gyakorlatilag a teljes autópalettával tudtunk kínálni nekik. Szintén újdonságnak számító karitatív dolgot is behoztunk, ez pedig a véradás volt. Eddig számításaink szerint közel 50 véradó segített nekünk, illetve hát nyújtotta ezt a szívességet, amivel gyakorlatilag 4 óra alatt szerintem elég nagy szám ez. Színvonalas, nagyon. Tényleg nagyon színvonalas rendezvényről van szó. Legalábbis mi ezt gondoljuk és ezt látjuk, tapasztaljuk. Eddig jó, persze. Mi tetszik legjobban? Az ugrálóvár. Most érkeztünk és rácsaptunk a babujásra. A mai napon 500 adag jókai bablevest főztünk, ami nagyon ízlett a vendégeknek, természetesen meg voltak elégedve. Nagyon sok üdítő fogyott, frissítő, ásványvíz, kávé, kóla, fanta, többi hasonló frissítők, és mindenki örömmel és vigyorral távozott innen a pulttól tőlünk, és remélem, hogy a továbbiakban is így fog működni az Ivanicsnál. Ez lesz talán az első állomás, erre most innentől kezdve következő évben próbálunk még jobban, még többet nyújtani a látogatóink, az ügyfelek számára. Gyakorlatilag ez volt az etalon, innentől kezdve hasonló rendezvényeket próbálunk minden évben az ügyfeleink részére nyújtani.